részben egyetértett a művészi párban foglaltakkal. Itt már most utalva arra, hogy a szolgálat, tehát ugye a országos rendőrfőkapitány vonatkozásban volt egy büntet tekintését és büntet, de ebben a bíróság nem mentette föl a vádlottat, csak ezt a cselekvést másként értékelte, úgy értékelte ugyanis a rendelkezésával a szöveg és az elkövetés körülményeiről, hogy ez is a bűntogató cselekmény része, tehát folytatólagos elkövetés része, ugyanis a bíróság azt látta ebben a vonatkozásban, hogy nem kifejezetten az olyan a főkapitány személye ellen irányozott a támadás, hanem a szolgálati felsőbséget támadja, még ha végső célját tulajdonképpen meghatározott személy ellen intézett támadással is próbálta ugye, megoldani és végrehajtani, de ténylegesen ez is a bújtogatás része volt, mert a szolgálati felsőbséget támadta meg. A jogi minősítés tekintetében egyebekben egyetért az ügyészi indikánban foglaltakkal, nevezetesen a vádlott cselekvőségei alkalmasak voltak arra, hogy folytatólagosan, hiszen többször időközönként, sőt, ahogy ügyész úr fogalmazott a vádeszetében, már a folyamatban lévő büntetőjárás alatt is ugye az ideiglenesített ügyben tette közzé ezeket a rendkívül szélsőséges és a véleményvált a szabadságra megemelhető és oda beleférő módon ezeket a közleményeket, tájékoztatókat, tehát a folytatólagos elkövetés fennáll. Ugye a vádlott rendőrség szakszervezet vezetője azonban ez nem jelenti azt, hogy ezzel a joggal vissza lehet élni, és nem jelenti azt, hogy ilyen rendkívül szélsőséges, durva megnyilvánulásokat és közleményeket lehet ugye, közzétenni, vagy tájékoztatókat. Volt arra szó, hogy ugye az egyes tényállítások valódiak vagy nem valódiak. Tudni kell azt, hogy maga a bűncselekmény a valódi tények közzétételével is megvalósítható. Egyes tényeknek ugyanis a kiemelésével, szubjektív oldalról való megközelítésével, részigazságokkal, általánosításokkal együtt is alkalmas lehet az egyenletlenség szítására. A felmerült ugye az előzetes eljárás is, amiben a bíróság ugye már korábban jogerős döntést hozott ki elsőtlen mások alapján, és becsatolásra került ez az eseti döntés is. Ez azonban a bíróság megjegyzi, hogy semmiképpen nem érinti jelen ügyet, teljesen más tényleg alapból fakad, teljesen más az elkövetési körülmények, semmiféle összefüggésben a kettő egymásra egyenként nem hozható. A bíróság egyébként maradéktalan betartotta a büntetőjárási szabályokat, és ennek megfelelően folytatta le a bizonyítási eljárást. Bizonyítás kiegészítési indítványok körében részben utalt a szakértő vélemények kapcsán az informatikai szakértőre. Fölösleges volt újabb szakértő kirendelés és az egyes felesleges elhúzódását eredményezte volna, és minden tény pedig alap, ami a tényállás részét képező kétségkizáról megállapítható. A tanúvallomásokra pedig szintén nem volt szükség, hiszen a tanúk, akiket megidézni kívánoztak, releváns bizonyítékkal nem bírnak. Az ORFK vezetője vonatkozásával szerintem szintén ugye a bújtogatás az, amit elkövetett. A tanú legfeljebb adatokban nyilatkozott, hogy egy sértőnek vagy nem tartja sértőnek. Figyelemre jött a cselekmény minősítésére az, hogy ez bújtogatást követett el. Sem szükséges az ő meghallgatása, vagy az tényítanulmény sem. De hogyha maradt volna az eredeti vád, akkor sem a sértetnek a szubjektív megítélése, hanem a közlések tényleges tartalma, objektív társadalmi megítélése az, ami ilyen esetben irányadó. Tehát ez relevanciával nem bírnak. A további tanúknál pedig felmerült az, hogy kérem szépen hogyan kerültek ezek a tanúk az ügyészség, a nyomozatlanság hatáskörébe. Itt a bíróság utalna arra, hogy nem csak írásbeli, hanem szóbeli bővidítól történő idézés is történhet, és ezzel talán ugye a vádlott és a vélem azt akarta kifogásra, hogy a tanú biztos befolyásol a tanúk és biztos hamis tanúk, a bíróságban azonban ilyen nem merült fel, a tanúk szavegyőséget a bíróság kételje nem merült fel, itt a tárgyalások közvetlenség erre alapján sem egyébként. Ezek a tanúk, a rendőrtanúk, akik egyébként nem is ismerik a vádlottat, semmiféle konfliktusban, haragos viszonyban velük szemben, egyébként nem volt, és azért meg kell jegyezni, hogy az igazi vonatkozás, tehát a releváns igazi bizonyítékokat pedig azok a tanúk szolgáltatták, akik a vádlottal korábban vagy még mindig együttműködnek és együtt dolgoznak. Összességében tehát ez az indok a bizonyítás kiegészítés indítványának az elutasításának, illetve a jogi minősítés törvényben is a bíróságnak kifejtette ugye az álláspontját. A büntetés kiszabása körülben a bíróság nem akarja megismételni, mert egyetért az ügyész, illetve a védői állásponttal talán néhány dolgot emel neki. A több mint 10-15 éve teljesít rendőri szolgálatot a vádlott. Egy kiskorú gyermek tartásában is gondoskodik, az elkövetés körülményei alapján is a bíróság úgy ítélte meg, hogy a szabadságvesztés
bár kétség kizáról ezzel rendelik büntetni a törvény ezt a bűncselekményt, eltúlzott pénzbüntetés is elégséges a büntetési célok elé és az enyhítő szakasz alkalmazásával, ezért 400 napi kételenként 400 forint pénzbüntetésre, ítélte elsődésre a vádat, mert 160 ezer forint pénzbüntetés. A körülmények között azonban ott van a folytatólagosságú súlyosító körülmény, illetve az, hogy a cselekmény már ilyen minősítő körülmény is, de súlyosító körülményként figyelembe kellett venni. Itt van, hogy nagy nyilvánosság előtt nyilvánosan következett a cselekvőségét, és ráadásul, ahogy ügyészünk is hivatkozott rá, már a büntető eljárás, amikor folyamatban volt az első, ezt követően 2009-ben kerültek közétételre a további rendkívül szélsőséges és megnemegetető megnyilvánulások, ezek mind-mind a súlyosító minőségi körülmények köré szaporították. Mindenre figyelemmel, tehát a pénzbüntetés önmagában nem elégséges, a pártot ezzel a magatartásával a rendfokozatnak tekintélyt olyan súlyos módon sértette, hogy a lefokozás mellőzhetetlen volt a bíróság megítélése szerint is, ezért lefokozásra is ítélte. A pénzbüntetés vonatkozásában rendelkezett, hogy azt át kell változtatni meg nem fizetés esetén. Az eljárásra fölé felülő büdélyi költségről is a bíróság rendelkezett. Azért nem az egészet a vádlottat terhelte, hiszen volt olyan adóhosszabbítói költség, amely a bíróság megítélése szerint nem a vádlottnak kell viselni az államnak, ezért ezt a részt, ezt a 154 ezer forintos összeget az állam viseli, míg a felmerülő büdélyi költséget a vádlottnak kell megfizetnie. Ez a bíróság a rövid, tömör szóbeli indokolása a vádlott álljon felkére, megértette az ítéletet. Az ítéletet kapcsolatban a következő lehetőség van, a felrendezést emelhet be, tudomásul vehetett be, háromtam a Jó napot kívánok, viszont köszönöm.